Ezt a dalt is énekelte a Ciszterci Vegyeskar Berlinben, azon a zenei fesztiválon, amelyre meghívást kapott. A Berlin Brandenburg International School már 14. alkalommal szervezte meg a fesztivált, amelyen minden évben számos kórus, zenekar, rockbanda lép fel. Idén a Ciszterci Gimnázium tanulói is megmutathatták énektudásukat. A kórustagok 6 darabot tanultak meg, és adták elő a rendezvényen. Mindenki úgy érkezett, hogy már megtanulta ezeket a darabokat, úgyhogy zeneileg csak ilyen icipici kis javításokra volt szükség. Inkább a kommunikáció, hogy ez egy nemzetközi iskola, és angolul folyik a kommunikáció. Hiába Berlinben van, még a német nyelvet sem bírják ezek a gyerekek, akik mindenféle nációból járnak abba az iskolába. És ugye érkeztek a vendégkórusok, mi Magyarországról, volt francia kórus is, és Berlinen kívüli német kórusok is jöttek még, és hát nyilván az angol volt a közös nyelv, úgyhogy a gyors beszédű tanárnőnek az angolját követni, és az összes zenei instrukciót megérteni és felfogni. Szerintem ez így az első pillanatokban egy picit így nehéz lehetett a gyerekek számára. A zenei felkészülés novembertől a karácsonyi koncert készületeivel párhuzamosan folyt. Az iskola 44 diákja, 10-es, 11-es és 12-es tanulók utaztak Berlinbe február 2-án, hogy a kétnapos fesztiválon énekeljenek. Ugye a kórus találkozó helyszíne Berlin volt, és ehhez kapcsolódik egy kis vicces történet, hogy én itt az iskolában németet és franciát tanulok, és hát én nagyon megörültem, hogy Berlinbe megyünk, és hát én megcsillogtathatom a német tudásomat. Na most ez egy nemzetközi iskola volt, és senki nem beszélt németül, úgyhogy én a nem létező angol tudásomra támaszkodva próbáltam az egyébként nagyon profi instrukciókat dekódolni. Ezek egyébként nagyjából sikerültek is a második napra, és én azt gondolom, hogy ha másért nem, azért mindenképpen megérte ez az út, hogy profi környezetben egy profi koncerten részt vettünk. A Berlinben töltött napok, a fesztivál hangulata mély nyomokat hagyott a kórustagokban. Én az idén csatlakoztam ilyen teljes mértékben a kórushoz, és nekem ez egy nagyon nagy katarzis volt. Ez a 4 nap, nagyon sok új embert megismerhettem, kamatoztathattam az angol tudásomat is, és rengeteg közös zenélés, közös program, nevetés, közös betegség is érintett minket, de én azt gondolom, hogy mindennek ellenére egy nagyon sikeres koncertet tudtunk adni, és közben tényleg erősíteni tudtuk egymásban is a zene szeretetét. Az utazás anyagi támogatás nélkül nem valósulhatott volna meg. Az iskola Árderet Lucere Alapítványa, Székesfehérvár önkormányzata és a szülők is anyagilag segítették a németországi utat. A rendezvényről úgy engedték haza a kórust, hogy nem lehet a jövőben fesztivál ciszteresek nélkül. Jövőre tehát várhatóan újra látogatást tesz a Vegyeskar Berlinben.